Hello, sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Gabriel Rock csatornán, és hát újra jelentkezem, nem olyan rég megígértem nektek, hogy az eredményeket fogom közölni veletek, ugyanis nemrég megkérdeztem, hogy melyik sorozattal szeretnétek, hogyha folytatnánk, a Zsuk sorozattal, vagy pedig a Volkswagen T2-es sorozattal. Nagyon sokan írtatok a videó alá is, nagyon sokan írtatok e-mailt is, meg Facebookon, privát üzenetben, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Így legalább láttam, hogy ti mit szeretnétek látni. És annyira pontosan fele-fele arányba jöttek a szavazatok, hogy így kénytelenek voltunk úgy dönteni, hogy mind a kettőt el fogjuk indítani. És ugye még ott van a T3-as is, úgyhogy ezt a következőképpen fogjuk megoldani. Úgy lesz ezután, hogy minden héten keddi nap este 10-től fogok jelentkezni a T2-es Volkswagen epizódokkal. Minden csütörtökön fog menni a T3-as sorozat, és minden vasárnap este ugyancsak 22 órától a Zsuk sorozat. Ezt nem tudom 100%-osan megígérni, hogy minden egyes héten jövök új sorozatokkal, de hogy ezeken a napokon fognak megjelenni ezek a sorozatok este 10-től, az viszont biztos. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, ugyanis a T2-esnek is elképesztően jó a sztória. Ott, ahogy említettem, azon a helyen, ahol az autót megtaláltuk, ott gyakorlatilag letakalva állt olyan 15 évet. És aztán hazahoztuk, teljesen szétszedtük az autót, felújítottuk, szerencsére nagyon sokat nem kellett rajta újítani, mert nem volt kirohadva sehol, nem kellett heggeszteni, gittelni, nagyon-nagyon keveset egy-két helyen. És aztán megmutatjuk nektek azt is, hogy milyen volt, amikor 17 év után először megindítottuk az autót, egyáltalán nem volt egy könnyű helyzet, és egy abszolút ilyen stupid hülyeségből kifolyólag. Aztán megmutatjuk nektek azt is, hogy milyen volt, amikor először kigurult az autó a garázsból, már az útakon járt. A Zsuknak pedig megint egy nagyon jó kis sztoria van, ez egy tűzoltó autó volt, 8800 kilométerben van. Itt is, hogy mi történt, ennyi, nem is tudom hány év után először sikerül-e megindítani, vagy nem. És nagyon-nagyon jó a sztória. Úgyhogy hát a T3-as meg az folytatódik, ugye most ezt láthattuk nemrég, hogy befejeződött a felújítás, és megvolt az első két-három próbakör, egy kis forgatás is vele, és aztán most megint következnek az érdekességek, ugyanis mechanikai szempontból is kap egy kis felújítást az autó, és aztán felfedeztük azt is, hogy a motor az egy JR motorkodó motor, amiben valamikor volt turbo, és ezt valamikor levették róla, és kicserélték a pompát, meg stb. Úgyhogy ezt is teljesen mindent helyreállítottunk az eredetibe, ez is mind le van fordítva, és itt nagyon-nagyon szeretném megköszönni Zoltán, Lóri és Jonuc barátaimnak a segítséget, mert igazából nélkülük ez soha nem jöhetett volna létre, és nem lehetett volna meg az autó. Most, mintha nem is alul az autóról lenne szó, teljesen másképp megy, nem is lehet összehasonlítani. Úgyhogy ezen a három napon, kedden, csütörtökön és vasárnap biztos, hogy ezek a sorozatok fognak menni. Ezen kívül a hétfői napra, a szerdai napra, a péntek és a szombati napra is lesznek vlogok. Itt nem sokára fogunk indítani egy nagyon jó kis kibeszélős vlog sorozatot, ami nagyon-nagyon érdekes témákat fogok nagyon érdekes emberekkel beszélni, megbeszélni. Azon kívül pedig szeretném folytatni a maga Gabriel vlogot, ahol ugye a mi magánéletünkből utazások, stb. Azokat mutattuk, ott is már, nem is tudom, azt hiszem legalább 70-80 epizódnál tartottunk most. Idén nem foglalkoztunk annyira vele, de szeretném ezt is megint elővenni. Lesznek nagyon jó kis utazásos videók, amiből már van leforgatva egy néhány, és ezen túl most a téli időszakban is szeretnék még forgatni. És hát gyakorlatilag ennyi. Teszt videók, meg ilyesmi, azok a Retro Garázs külön kiadásaiban, azok ezen túl is lesznek. Fogunk forgatni, nagyon jó kis sztorik fognak születni. Úgyhogy köszönöm szépen
a bizalmat, azt, hogy nézitek az epizódokat, megpróbálok minél hamarabb akkor a Zsuknális és a T2-esre is az első epizóddal jelentkezni. Addig is kívánok nektek minden jót. Sziasztok!